A boszorkányhoz érve a király azt mondta a boszorkánynak, hogy bizonyítsa be, hogy ez a labda, ami a spárgán itt van, meg tudja úgy varázsolni, hogy ez a labda bizony ne folyjon tovább a spárgán. Szóval, kedves boszorkány, hadd lássam, mondd azt, hogy csiribú, csiribá, álljon meg a labda. Hát ez cibú, cibá volt, nem csiribú, csiribá. Cibú, cibá. Hát ez a boszorkány lehet, hogy tud valamit, lehet, hogy így kell varázsolni, meg nézzük. És ekkor elámult a király, mert volt varázsereje a boszorkánynak? És aztán azt kérte a király, hogy ha már ekkora boszorkány, akkor mi lenne, hogyha ráfújna, és közben a labda pedig mozogna? Ezt is megcsinálta a boszorkány. Azt mondtam, a világ legjobb pingpongozója vagy, erre fel kettőt pattintasz. Most én is pattintsak kettőt a fejeden? Érgomborgom, ki az, aki hazudik az én országomba? Na, szóval a király adott még egy esélyt a két hölgynek. De ez most verseny lesz. Aki a legügyesebb, az vihet el egy másik pókos labdát. Szóval 5, 6, 7, visszapattam, 8, 9, 10. Ó, és kiment az első 10 labda. Még egyszer megnézzük, ki a legügyesebb, ki a legokosabb, ki a... Figyelj, hát felpattani. Puj, egyen az úr. Te megbabonáztad, vagy mi van? Így fogom kiszólni. És kiment a 20 labda. Szóval ment a király, mendegélt. Össze-vissza mendegélt. És... kíváncsi volt, ki az, aki sasszem? A lányok közül természetesen. Célba dobásba. Jöjjön a második! A fejét ne célhoz, jó? Azt hiszem, a fejét célhozod. És a harmadik, kettőből eddig egy, és a harmadikból háromból kettő, és ezt eltalálják, akkor győztek. És a hölgyeknek kérek egy hatalmas nagy tapsot, mennyi labdát kell kiszórjon? Na várj egy kicsit, azt mondja, hogy volt először 10, aztán 20, most akkor 30, 18, 20, 22, 24, ide is, 26, 28, nagyon éhes volt már a király, összekuporodott, és 100 labdát adott volna annak, akinek hirtelen van a zsebében egy szelet kenyér megzsírozva hagymával, de senkinek sem volt. Hát a királyunk elindult országába, hogy megkeresse a két legjobb zsonglőrt, aki 100 fekvőtámaszt lenyom, miközben zsonglőrködik. 100 fekvőtámaszt megy valakinek? Biztos, komolyan. A 100 fekvőtámaszt kihagyjuk. De a zsonglőrködés, ki az, aki tud zsonglőrködni? De ez a félig tudok zsonglőrködni. Feldobom, leesik. Az úr majdnem ügyes, csak érintőleg. Na még egyszer nézzük meg, mi? A zsonglőrök azok nem a földről szedik a labdákat. És akkor labdát a népnek, kiszortuk az 50 labdát is, a népen boldog, aki többet szedett, anyukák főleg adjanak a gyerekeknek is, anyukák úgy vetődtek rá, mint a piranyák. Kész, estig itt maradunk, végig fognak pattogni. Mit csinálsz, elsőre elrontottad az előbb, dicsértelek meg, amilyen ügyes vagy.